76 éve történt, hogy lavina szerencsétlenség áldozatai lettek a radnai havasokban fiatal leventék. 1944. január 13-án 15 fiatal és sportoló vesztette életét hócsúszamlásban a romániai Nagy Pietros csúcsra tartó expedíció közben. A város vezetése és a civilek minden évben néma főhajtással tisztelegnek emlékük előtt a régi köztemetőben. A január 13-án tartott megemlékezésen Kántor Zoltán az Ente Ferenc Színház mű művésze verset, majd német Judit református lelkész mondott imát az elhunytak lelki a temetőben található emléktáblánál. A köszorúzáson Fekete Zsolt polgármester mondott emlékező beszédet. A tragédia megértésének és feldolgozásának egyik legfontosabb mementója a 2003-ban a helyszínen a Mosolygótó katlanában állított kopjafa. Az elmúlt közel húsz évben szép számmal keresték fel salgótarjáni lakosok a festői, de a gyászt megrendítő emlékeivel átitatott helyszínt. Önkormányzatunk évente szervez túrát az emlékhelyre, melynek keretében az eltelt 16 év alatt megkopott kopjafát tavaly 2019-ben az emlékmű bővítésével Egyidejűleg lecseréltük. A polgármester hangsúlyozta, a tragikus sorsú leventék történetének megismerésében és az események feltárásában nagy szerepe volt Vertik József kutatói munkásságának. A megemlékezésen részt vett Hangonyi Zoltán is, aki 76 éve szerepelt az expedícióra utazók listáján, ám a korhatár miatt nem engedték utazni. A kegyeleti esemény lezárásaként a jelenlévők koszorúkat és virágokat helyeztek el az emléktáblánál.